honfitársaim. A továbbiakban arról szólnék, a választókkal történt találkozások meggyőztek arról, hogy az emberek igazi változást akarnak. Tisztában vannak azzal, hogy beszédében ma Magyarországon mindenki reformer. Tudva tudják, hogy most a hatalom pártja, a nosztalgia pártok, vagy nevezzük őket történelmi pártoknak, mind-mind jogállamról, új alkotmányról, piacgazdaságról, tulajdon- és bérreformról, szabadságjogokról, igazságos nyugdíjrendszerről, új ifjúsági törvényről, szabad vallásgyakorlásról, valódi érdekvédelemről, és még rendre sorolhatnám a közszájon forgó kérdéseket és gondokat, ezekről beszélnek és hirdetnek programot. Az eseményeket figyelő állampolgár azonban azt is tudja, hogy a 70-es évek második felétől sűrűsödő nehézségeinkre elsőnek ebbe a választási koalícióba egyesült mozgalmak, pártok, szervezői, vezetői hívták fel a figyelmet, és ezeknek a szervezeteknek a politikai nyomására írja zászlajára a gazdasági és társadalmi változások követelményeit minden magyarországi párt, így az MSZMP is. Hogy ez így van, ez véleményem szerint első számú történelmi győzelmünk. Mi hitelesen állunk itt ma önök színe előtt, és hitelesen hirdetjük a változások szükségszerűségét, mert az eddig megvalósult szocializmus mindenhol a világon válságba került, kifulladt, csődöt mondott. Kérdezem önöket, kedves hallgatóim, lehet-e véletlen az, hogy bármikor vagy bárhol a világon akartak eddig marxista-leninista elvek alapján oly társadalmat építeni, és a szocializmusnak nevezett gazdasági rendet megvalósítani, az mindig és mindenhol kudarcba fulladt. Nem, kedves honfitársak, ez a kudarc az elmélet belső törvényeiből, a rendszer lényegéből fakad. Ahol nincs tulajdonos, ahol nem a tehetség, a végzett munka, az emberi lelemény és okosság, a tisztesség viszi előre a társadalmat, ott a pazarlás, a behódolás, a szolgalelkűség, a tehetségtelenség, az alattvalói tudat lesz az Úr. Nekünk működőképes társadalomra, működőképes gazdaságra, hatékony oktatásra, emelt fővel járó állampolgárokra van szükségünk ahhoz, hogy ki tudjunk lábalni az életünket átfogó válságból. És hogy ez valóban sikerüljön, ehhez kínálja fel az ellenzék programját, hitelét, erejét. Végül hadd szóljak még néhány szót a társadalmat átjáró félelemről. Közönösségről itt Zalában ma már nem beszélhetünk. A mostani választási küzdelem megmutatta, hogy igazából nem közönösek a mi honfitársaink. Mihelyt megértették, hogy a jelenlegi választásnak mi a jelentősége, megmozdultak városon és falun. Itt szeretném megköszönni, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket a jelölőgyűléseken, fórumunkon,
elbeszélgettek velünk a falvakban, elmondták gondjaikat, bajaikat, félelmeiket, féltésüket, és itt vannak most is ezen a borongós napon, és meghallgatnak bennünket. Igen, nem közömbös a magyar nép, ha érzi, hogy van értelme a kiállásának. Félni azonban sokan félnek még. Félnek a létbizonytalanságtól, félnek az úgynevezett visszarendeződéstől. Ellenfeleink szerint mi, akik igyekszünk kimondani az igazságot, gyűlöletet szítunk és anarchiát akarunk. Meg szeretném nyugtatni önöket és őket is, hogy tőlünk nem kell félteniük a demokráciát, a valódi eredményeket és a jogosan szerzett anyagi javakat sem. Pártjaink a nemzeti kerekasztalnál szívós tárgyalásokkal igyekeznek megteremteni az egypártrendszerből a többpártrendszerű politikai berendezkedés feltételeit, kereteit és biztosítékait. Teljes történelmi felelősséggel átérezzük az európai stabilitás fontosságát, és dolgozunk az úgynevezett közös európai ház felépülésén. Amikor a hibákat, bűnöket, bajokat nevén nevezzük, azt nem uszító, hanem javító szándékkal tesszük. Kedves honfitársak! A nyilvánosság, a szókimondás egyetlen hatékony fegyverünk. Ezzel éltünk a múltban, és ezzel harcolunk ma is, s ha ehhez még az önök támogatása is társul, akkor más fegyverre nem is lehet szükségünk. Újabban szokássá vált, hogy a legkülönbözőbb fórumokon idéznek a Bibliából. Így legutóbb az MSZNP városi párt értekezletén is. Eddig ellentálltam ennek a divatnak, de most ide kívánkozik egy idézet. Az igazság szabadít meg titeket, mondja Jézus. A tettekben megnyilvánuló igazság tehet bennünket képessé a bajok orvoslására, és szabadíthat meg bennünket félelmeinktől. Ezt üzenem barátnak és ellenfélnek. Tisztelt választópolgárok, honfitársaim, kedves zalaiak, ne feledjék, 41 év után először dönthetnek szabadon, kire bízzák az országgyűlésben érdekeik képviseletét. Megválasztásom esetén pártállásra való tekintet nélkül kívánok képviselni minden igaz és jó ügyet. Köszönöm szépen! Megtalálom.